szépen, excellenciás uram, miniszter helyettes úr! Szeretettel köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim! Egy kicsit komoly ez a rendezvény, és egy nagyon nehéz helyzetben kerül sor ennek a rendezvénynek a megszervezésére. Nem csak arra gondolok, amit a körülöttünk levő világnak a kihívásai, hanem bizony annak a kornak a kihívásai, aminek keretében egy ilyen rendezvényt megszervezünk. Nagyon sok mindennel foglalkozik egy igazságügyi miniszter, de nekem, mint 5 gyermekes apának bizony komoly, nagyon komoly élményeim vannak a gyerekekkel kapcsolatban, és számomra nagyon komoly dolog, hogy egy ilyen rendezvényen részt vehetek. És engedjék meg, hogy ennek kapcsán talán olyan dolgokat is megemlítsek, amivel keveset foglalkozunk, és amivel pedig kellene foglalkoznunk, mert olyan világban élünk, amelyekben olyan változások zajlanak le, amelyek bizony a gyerekeinket és a gyerekeinknek a jogait is fogja érvényesíteni, illetve hatással lesz rájuk. Tehát itt arra gondolok, hogy az utóbbi időszakban egy nagyon komoly kommunikációs változáson ment keresztül a világ. Nem csak arról beszélek, hogy egyébként felgyorsult a világ, változik a kommunikációs folyamat, hanem bizony a kommunikáció alapjaiban változott meg. És ennek az alapjaoknak a megváltozása, ez annyit jelent, hogy egyszer majd Gutenberget és Zuckerberget együtt fogják emlegetni, azaz a könnyontatás korában annak idején létrejött egy olyan kommunikációs világ, amikor egy egyoldalú kommunikáció alakult ki, azaz volt egy aktor, aki kommunikált, és volt egy hallgatóközönség. Ez egészen mostanáig így volt, az eszközök változtak is, de lényegében ez nem változott meg. Viszont a mostani világunkban kialakult egy kettős kommunikációs rendszer, azaz mindenki aktorrá tud válni, mindenki sztárrá is tud válni ebben a világban, és mindenkinek a véleménye számít, és mindenkinek a véleményét meg lehet hallgatni, és mindenkinek a véleményére lehet reagálni is, ami bizony egy egészen más kommunikációs világot eredményezett, ami hihetetlen nagy társadalmi változásokat eredményez, és fog eredményezni a következő időszakban. Ezt azért mondom el most itt a gyerekek jogaival kapcsolatban, mert bizony én is azt látom, hogy ez egy nagyon nagy kommunikációs szakadékot is eredményez. Óriási kommunikációs szakadékot szétnyílik a társadalom, az idősebb generáció, ami alatt mondjuk a 40-50 éveseket is már értem, egyre kevésbé érti meg a fiatalabbakat, hiszen az ő kommunikációs terük egy egészen másik kommunikációs tér, mint amelyikben mi magunk felnőttünk. Ez azt is jelenti, hogy bizony a kommunikációs formák, a metakommunikáció, minden megváltozott az utóbbi időszakban. Így egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a szülők is, hogy megértsék a saját gyerekeiket, és azt, hogy a gyerekek egyébként, amikor egymással kommunikálnak, akkor milyen világban vannak benne, és ez a világ egyébként milyen kihívásokat eredményez a gyerekek számára. Mivel találkoznak a gyerekek ebben a világban? Nem csak az történik meg, hogy a szülők nem tudják ellenőrizni, hogy mivel foglalkoznak a gyerekek, hanem egyszerűen nem is értik meg azt a világot, amelyikben a gyerekek kommunikálnak, és azokat a hatásokat meg aztán kiszámíthatatlannak mondhatjuk, amelyek a gyerekeket érik ezeken a kommunikációs felületeken keresztül. Tehát két külön világ jön létre, és nyugodtan mondhatjuk azt, hogy magam a saját szüleimmel egy közelebbi világban álltam és éltem, mint amilyennel egyébként a gyerekeimmel élek. Ez egy komoly problémát jelent, és komoly problémát jelent a szülők számára is, mert egyszerűen, ha nem tudjuk megérteni egymást, és nem értjük meg azt a világot, amelyikben most a kommunikáció zajlik, akkor bizony a gyerekeinket se fogjuk megérteni, és ez nagyon nagy baj lesz, nagyon nagy problémákat fog jelenteni a következő időszakban. Nagyon sokat kell dolgoznunk azon, hogy mindennek a jogi leképezését is valamilyen formában megtaláljuk, mert persze lehetnek jó jogszabályaink, és lehetnek jó gyerekjogi szabályaink, hogyha egyébként ezt a kommunikációs szakadékot nem tudjuk áthitalni, akkor egyszerűen azt fogjuk észrevenni, hogy a különböző rendszereink, így a jelzőrendszereink is egyre kevésbé fognak tudni működni, hiszen maga a megértésnek a világa is hát csorbát fog szenvedni, és a gyerekeinket és a gyerekeinknek a problémáit kevésbé fogjuk tudni megérteni, és nem fogjuk észrevenni azokat a hatásokat sem, amelyekben élnek, hiszen a kommunikációs tér megváltozása azt is jelenti, hogy egyébként egy másik világba csöppentünk be, és ami a hihetetlen veszélye ennek a mostani világnak, hogy a gyerekek körül is különböző világok jönnek létre.
olyan világok, amelyeknek a megértése az nem csak problémát jelent, hanem az egyik gyerek egy egészen másik kommunikációs térbe kerül, mint a másik gyerek. És a valóságérzékelésre is ez komoly hatással lesz. Tehát az, hogy a gyerekeinknek a valóságérzékelése az hogyan fog alakulni, az nem a körülöttünk levő tértől fog függni, hanem azt, hogy abba a virtuális térbe az a gyerek egyébként hogyan került be. És lehet, hogy az egyik gyerekem egy egészen másik virtuális térbe kerül be a mostani világba, mint a másik gyerekem. Tehát ezzel a problémakörrel valóban foglalkoznunk kell, és nagyon nehéz erre jogi szabályozást találnunk. Az biztos, hogy a gyerekjogi egyezményeink és a gyerekek védelméről szóló más nemzetközi szerződéseink és a nemzeti szabályoknak óriási jelentősége van. De nem szabad elmennünk amellett a tény mellett, hogy ezeket állandóan frissítenünk kell. Át kell gondolnunk azt, hogy szükségesek-e újabb védelmi eszközök és újabb védelmi eszközöknek a bevezetése. Valamint a gyerekek jogai mellett a szülők jogainak a megerősítése is. Mert mindez a világ, amelyikben egyébként belecsöppentünk, ez azt is eredményezi, hogy egyre erőteljesebbek ezek a gyerekeinkre gyakorolt külső hatások. És ezeket a külső hatásokat valamilyen formában, kordában kell tudnunk tartani. Innentől kezdve nagyon fontos az, hogy a szülők jogait is képesek legyünk megerősíteni. Magyarországon egy nagyon erős gyerekvédelmi intézményrendszer is működik, és a szabályozás is igen szigorú. Erről szól a egyébként külföldről sokat támadott gyerekvédelmi törvényünk is, amikor világossá kell tennünk, hogy a gyerekeinknek a nevelése, azt mondja, hogy kinek a joga. Ki az, aki meghatározhatja, hogy milyen körülmények között nevelődnek a gyerekeink? Vajon lehet-e olyan, hogy a szülő jogát, most nem arról az esetről beszélek, amilyen valamilyen deviancia folytán a szülőt ki kell emelni ebből a nevelési viszonyból, hanem egy normális család esetében. Előfordulhat-e az, hogy a szülő jogát, ami a gyerek nevelésére vonatkozik, azt a szülőtől elvegyük, elvonjuk, és egy más irányba tereljük ezt a jogot. Most mi a magyarok a jogi területen arra törekszünk, hogy a szülőnek a jogát ilyen szempontból erősítsük meg, és senki rajta kívül a gyereknek a nevelésében nem szólhat be, különösen olyan fontos területeken, mint mondjuk a szexuális nevelés, amely bizony a szülőnek kell, hogy az elidegeníthetetlen joga legyen. Számos intézményünk van, ami egyébként az utóbbi időben a gyerekek jogainak a védelmével foglalkozik, és engedjék meg, hogy itt a hosszú felvezető után hagyd mondjak-e pár dolgot arról is, hogy egyébként a mai magyar jogrendszerbe hogyan próbáltunk néhány változást is bevinni a teljesség igénye nélkül, felsorolva azt, hogy mi az, amit fontosnak tartottunk, akár eljárásjogi szempontból, akár pedig anyagi jogi szempontból, megteremtve így a gyerekeinknek az egyébként sokkal fokozottabb védelmét, mint ami az elmúlt időszakban volt. Amit az egyik legfontosabb dolognak tartok, és aminek az megerősítésén még dolgozni kell, az a gyermekvédelmi jelzőrendszer. Ugye a jelzőrendszer az akkor működik jól, hogyha egyébként a szülő és a gyerek megérti egymást, tehát ez az első pont, amit én fontosnak tartok e tekintetben, de amellett persze, hogy mindenki, aki a gyerekkel kapcsolatba kerül, az képes legyen ebbe a jelzőrendszerbe működni. Mi a jogi szabályozás kereteit a tekintetben megteremtettük, sőt egy olyan szoftveres hátteret is létrehoztunk, ami ezt a jelzőrendszert képes működtetni. És a magyar védőnői rendszer is azt gondolom, hogy egyrészt egyedülállóan jól működő védőnői rendszer a világban, nem is nagyon van ilyen típusú rendszer máshol. Ugye ennek a lényege az, hogy egy olyan hálózat van az országon belül, amelyik kifejezetten a gyerekekkel, a kisgyerekekkel foglalkozik, a gyereknek szinte a születésétől kezdve, és végigkíséri, végig segíti a szülőt abba az irányba, hogy a gyerek nevelésével kapcsolatos kérdésekre, akár a fizikai jellegű kérdésekre, akár pedig mondjuk szellemi jellegű kérdésekre is választ tudjon adni. Ez egy elég jól működő rendszer, amelynek viszont a jelzőrendszer szerepét is komolyan kell venni, és egyébként azt meg is kell erősíteni, ez elég jól működik. A jelzőrendszerben egyébként szinte mindenkinek szerepe van, és most már jogszabályi szinten a bíróságok számára is kötelezővé tettük azt, hogy a jelzőrendszerben egyébként jelzéseket tudjanak adni, tehát a bírósági kötelessége is, hogy amennyiben úgy észlelik egy bírósági eljárásban, hogy a gyerekek jogai sérültek,
akkor a jelzőrendszeren keresztül le tudják adni a megfelelő jelzéseket, és akkor a különböző állami szervek, akiknek joguk van a megfelelő intézkedések megtételére, azok el tudnak kezdeni dolgozni, és észlelik egyáltalán azt a problémát, ami akár egy családban vagy egy gyerekkel kapcsolatban előállhat. Ami még fontosnak tartok, hogy aki jogász és aki ügyvéd, az, és találkozott már perben gyerekekkel, azok tudják, hogy a gyerekek számára, mint mindenki számára, egy bírósági peres eljárás, de gyerekek számára különösen, az egy elég nagy feszültséget teremt. Ugye a jogászként talán az ember kevésbé gondol rá, de mégis az a helyzet, hogyha valaki bíróságra megy, az általában egyszer vagy kétszer áll bíróság előtt az életében, és az önmagában is egy stresszt okoz. Hogyha egy feszült családi körülmények között akár, vagy ha még nem is ilyen helyzet áll elő, de egy gyereket egy bíróság előtt meghallgatnak, annak óriási nagy stressz jelentősége van. Tehát a gyerek számára azt, hogy a bíróság előtt bármilyen nyilatkozatot kell tennie, az bizony komoly kihívás. Ezzel kapcsolatban a magyar jog több változtatást eszközölt az utóbbi időszakban. Egyrészt az eljárások felgyorsítását is elősegítettük, ami nagyon fontos szerintem minden családjogi perben, a gyerekek számára aztán különösen, hiszen minden bizonytalan helyzet a gyerek számára hosszú távon meghatározó. Egy-egy órát, egy-egy percet, egy-egy évet a gyerekek sokkal hosszabb időnek élnek meg, mint a felnőttek, és sokkal nagyobb hatásuk is van akár a teljes életükre, hogyha ezek az eljárások egyébként elhúzódnak. Másrészt a gyerekek meghallgatását is olyan körülmények közé kell tenni, ami egyrészt nem öncélú, tehát nem lehet kitenni a gyerekeket napról napra különböző magánszakértői vizsgálatoknak, ezt korlátoztuk is, ha egy szakértő van a bírósági eljárásban a hivatalosan kirendelt szakértő, de magánszakértőkkel a gyerekeket nem lehet előzetesen meghallgatni. Az előzetes bizonyítást viszont általánossá tettük ebben az időszakban, illetve az intézkedések rendjét is megváltoztattunk, hogy gyorsabb intézkedéseket, már ideglenes intézkedéseket lehessen hozni a bírósági eljárásban, pont a gyerekek jogainak megőrzése érdekében. Tehát a bírósági perek felgyorsítása és emellett a gyerekek jogainak megerősítése, a meghallgatásukra vonatkozó körülmények megváltoztatása. Ma már egyébként a törvényszékeken rendelkezésre állnak olyan tárgyalótermek is, amelyek kifejezetten gyerekbarát tárgyalótermek, ezt is előírtuk jogi szabályozásban, és meg is valósult ez Magyarországon. Ennek azt gondolom, hogy a későbbiek szempontjából is, a gyerekek pszichés nevelkedése szempontjából is óriási nagy hatása lesz. Amit fontosnak tartok, hogy ezekben az eljárásokban a gyerekeknek egyébként biztonságban is kell érezni magukat. Tehát ami azt jelenti, hogy az eljárás során nem állhat elő olyan körülmény, hogy a gyerek a biztonságát és a biztonsági érzetét még jobban csökkenti egy peres eljárás, mint amilyen biztonságérzete egyébként a gyereknek van. Tehát, hogyha a bírósági eljárásban a gyermek csak a feszültséget tapasztalja, és a feszültségnek a növekedését, az biztos, hogy káros lehet az ő fejlődésére. Nagyon fontos viszont az is, hogy a gyerek megfelelő vélemény nyilvánításának is teret adjunk. Tehát, és ezt megfelelő szakértői háttérrel, de a bíróságon képesek legyünk kifejezni. És itt utaltam már arra, hogy a gyerekbarát tárgyalóknak milyen jelentősége van, és a gyerekek meghallgatásának is nagy jelentősége van, de annak viszont a körülményeit mindenképpen biztosítani kell. Ezt egyébként a magyar jog az megfelelően biztosítja. Azt gondolom, hogy ezeken a területeken is oda kell figyelnünk viszont arra, amire utaltam az elején, ami a változó világ. Így egyébként most lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a gyerek a véleményét ne csak közvetlenül a bíróság előtt mondhassa el, hanem akár videó keresztül, tehát videórendszeren keresztül, vagy felvételen keresztül, sőt adott esetben még írásba is a véleményét el tudja mondani, ami egyébként kevesebb stresszt jelent a gyerek számára. Másrészt pedig abba is bele kell gondolnunk, amire az elején utaltam, hogy egy másik kommunikációs térben működnek ezek a gyerekek, és ennek a másik kommunikációs térben érezhetik otthon magukat azzal ellentétben, mint az a tér, amiben mi magunk vagyunk. Tehát egyszerűen a saját terükben kell tudnunk meghallgatni a gyerekeket annak megfelelően, hogy egyébként őszintén el tudják mondani a véleményüket, és a véleményük aztán a szakértői bevonása mellett bizony irányadó lehessen egy eljárásban. Sorolhatnám még azokat az intézkedéseket, amelyeket tettünk az utóbbi időszakban, de én azt gondolom, hogy pontosan a rohanó világunkra tekintettel, és pont arra tekintettel, hogy egy kommunikációs tér változásában vagyunk.
arra tekintettel, hogy a világunk olyan szinten változik meg, amelyel szinte lépést is alig tudunk tartani, és a technológiai változásokat sokszor a gyerekeink előbb érzékelik, és gyorsabban reagálnak rá, mint mi magunk, nem állhatunk meg egy pillanatra sem, és nagyon kell arra figyelnünk, hogy ezekre a kihívásokra is megfelelő jogi válaszokat tudjunk adni. De a jogi válaszok alatt persze nem csak azt értem, hogy a jogszabályokat meg kell hoznunk, hanem bizony olyan szabályokat kell hoznunk, amelyeknek az alkalmazását is elő tudjuk segíteni, mert a jogalkotás, a jog alkalmazása nélkül semmit sem fog érni a következő időszakban. Ezek a problémák nem olyan problémák, amelyek nemzeti szinten jelentkező problémák, hanem bizony ezek a nemzetközi térben is ott vannak, és azt gondolom, hogy bár nem ugyanabból az országból érkeztünk mindannyian, de mégis ezeket a problémákat mindenhol érzékeljük, és ugyanolyan komoly kihívást jelent mindenki számára. Én arra biztatom önöket, és ezen a konferencián is azt szeretném, hogyha azzal is foglalkoznának itt a panelbeszélgetésekben, hogy ennek a kornak a kihívásaira hogyan tudunk valamilyen formában reagálni, és a gyerekek jogait úgy biztosítsuk, hogy mi magunk is megértsük, hogy egyébként ezekkel a gyerekek a jogaikkal egyébként hogyan és milyen körülmények között tudnak majd élni. Én köszönöm szépen, hogy egyrészt Edének is, hogy megszervezték ezt a konferenciát, másrészt pedig önöknek is, hogy eljöttek és komolyan foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, mert csak akkor fogunk tudni előre jutni a gyerekek jogainak a megvédése oldalán, és a gyerekek védelme szempontjából is, hogyha ezeket a kérdéseket egymás között meg tudjuk beszélni, és abból kialakulhatnak olyan elképzelések, olyan ötletek, olyan gondolatok, vagy átvett gyakorlatok, amelyek minden országban fogják tudni fejleszteni a gyerekeknek a jogait, és elő fogják tudni segíteni a gyermekeink védelmét. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.